Diákok töltötték meg ma az ipartestület székházát. Itt kezdődött el ugyanis az az egyhetes program, melynek keretében számos szakmát megismerhetnek. Egyebek mellett ma délelőtt például beleláthattak a fodrász, a kozmetikus szakma világába, de megismerkedhettek a robotikával, a cukrászattal, az élményfestéssel, divattervezéssel, a grafikával, valamint az egészségfejlesztési iroda és a gyümölcskutató intézet munkájával is. Sőt, a honvédség is képviselte magát. A programra érkező több mint 50 diákot Spindelbauer Attila, a Cegléd és térsége ipartestületének elnöke is köszöntötte. A célunk az, hogy itt maradjanak Cegléden, a középiskolákban, és szakmát tanuljanak, mert egy szakmából, egy jó szakmából biztosan meg fognak élni. Szoktam mondani, hogy rossz szakma nincs. Szeretni kell, szívből jön a szeretete a szakmának. Annyit még, hogy délutánonként lesznek ugye programjaink. Este, ma este fél nyolckor kezdődik az Alföldi Robival, hogy célja legyen az embernek, meg a gyerekeknek is, hogy célt tűzzenek ki maguk elé, amit szeretnének elérni. És utána minden nap 5 órakor lesznek itt az ipartestület székházában előadások. A történelemnek voltak olyan időszakai, amikor elvették az emberek házát, földjét, viszont a tudást, ami a fejükben van, senki nem tudja elvenni. Erről már dr. Csáki András, a polgármester beszélt. Nagyon fontos, hogy az az orientáció, amin most elindultok, az a választás, amin most elindultok, ami nagyon nehéz, megmondom őszintén, ilyen idős korban választani eléggé nagy felelősség, ezért kell mindent nagyon alaposan megismerni. Alapvető dolog az, hogy ne szégyeljetek kérdezni. Ha valamit nem ismertek, akkor kérdezzétek meg. Ez az egész életünkre vonatkozik, hogy biztosak legyünk abban, hogyha döntenünk kell. Úgyhogy, ha itt ismerkedtek a különböző szakmákkal, és köszönöm szépen én is mindazok, akik jöttek és bemutatják a maguk lehetőségeit, akkor kérdezzetek rá a részletekre, mi hogy működik. Ami még elengedhetetlen, az a nyelvtudás, hogy minél több helyen tudjon boldogulni az ember, valamint a sport, hiszen a rendszeres fiatalkori mozgással stabil egészségi állapotot alapozhatnak meg, mondta a polgármester. Nem csak szakmát, hanem iskolát is szívből kell választani. Erről már Ferenci Norbert, a Ceglédi Szakképzési Centrum kancellárja beszélt. Az iskola kéz a kézben szeretne járni a szakmával, kéz a kézben szeretne járni a várossal, és részt szeretnénk venni ebben a szakmaválasztásban többféle módon is. Az első az, hogy elhozzuk ide az iskoláinkat, megmutatjuk, hogy mit tudnak, megmutatjuk, hogy mely szakmára vannak felkészülve, és közben rábeszéljük az oktatókat, meg rábeszéljük az itteni iparosokat arra, hogy működjenek velünk együtt. Ha ebben segítetek, azt mi csak megköszönjük, mert minél inkább orientálódtok egy-egy szakma vagy egy-egy iparos irányába, az annál inkább fölismeri annak a szükségszerűségét, hogy fogadnia kell diákot. És erre szeretném megragadni alapvetően a lehetőséget és üzenni a sajtón keresztül is az iparosoknak, hogy legyenek azon, hogy akkreditáltassák magukat a kamaránál, ebben az IPOS segíteni fog, és fogadjanak diákot. A szakmafesztivállal nem csak a fiataloknak, a felnőtteknek is szeretnének segítséget nyújtani, mondta Obrácz Nagy Ágnes. Nem feledkezünk meg a felnőttekről sem, akik az útjukat keresik. Nagyon fontos, a felnőttekkel is foglalkozunk a gyerekek mellett, ugyanis a társadalomnak a java meglátásom szerint nem azt a munkát végzi, amire hivatott, amire kompetens lenne, és ez gyakorlatilag borítékolja azt, hogy nem lesz boldog az életében. Hiszen a munkánkkal töltjük a napjaink jelentős részét, a munkánkból hazavisszük azokat a csomagokat a hátunkon, amelyeket nem tudtunk megoldani, és nem mindegy, hogy szeretjük-e azt a tevékenységet, amit végzünk, mondjuk napi 8-10-12 órában, meg néha még többen is, vagy éppen utálattal végezzük azt. A szakmafesztivál péntekig tart. Ez idő alatt színes programokkal, bemutatókkal és előadásokkal várják az érdeklődőket.